még egyszer Isten hozta önöket, köszöntöm szeretettel az ünvészeket, majd a nevüket időben mondani fogom. És úgy, amit eddig tettük testvéreim, nem kell mondani senkit, akinek tasajában más van, ne vigye haza, mondja el, és szeretettel hallgatjuk. Immár ez a 16. költészetnapi megemlékezésünk, és remélem, sőt hiszem, hogy mindenki jól fogja érezni magát. Mint az utóbbi években most is összekapcsoltunk zenével, hálásak vagyunk a művészeknek, hogy eljöttek, közöttünk vannak és szolgálnak. Kérem őket, hogy majd a játék előtt mutatkozzanak be, úgy tudjuk egymást megismerni kölcsönösen, és mindazok, akik verset mondanak, akiket esetleg még nem láttuk és nem ismerünk, mondjanak néhány szót önmagukról, és ezáltal is közel kerülünk egymáshoz. A szót nem húzom, de bejelentem előre, hogy majd a műsor után vacsorára hívunk mindenkit, ahol szabad beszélgetés lesz és lehetséges ismerkedés, és határidő nincs. Lehet jönni előrébb, de ott is jó haladsz, és úgy hátuljuk a haladsz. Most testvéreim, énekeljük el a himnuszt, Isten áldott vagyok. Zenével fogunk kezdeni, amikor is Farkas Zsolt és Várnagy Andrea művészek fognak játszani, négykezest házaspárok. Oda meső jöttek, és kislányokat hozták el Chicagóba, aki valószínűleg itt fog járni egyetemre, és ennek fejében gondolom, hogy gyakrabban fogok látni őket. De megkérném, mielőtt játszanának, hogy mutatkozzanak be életünkről, amit gondolnak, hogy önök el. Mert amit ne írtak nekem, azt nem olvasom fel. Jobb ez is. Áldás békesség! Nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a lehetőséget, hogy itt is bemutatkozhatunk Chicagóban, mert éve jártunk itt először, talán ismerik ezt a megagyülekezetet, az Orcsát hívott meg minket, és ott kaptuk ezt az ígéretet, hogyha a lányunk tovább szeretne tanulni, akkor esetleg a Wheaton College-on tudná folytatni a tanulmányait. Hát én kérem, hogy imádkozzanak ezért, mi most ezen a héten intézkedünk ebben az ügyben, és ezért is jöttünk ki most 10 napra. Mi Magyarországon élünk, 3 gyermeket nevelünk, ő a legnagyobb, és hát nagyon-nagyon sok koncertet adunk gyerekeknek, felnőtteknek,
pontosan azért talán passzol az, hogy mi itt lehetünk, mert mi mindig összekapcsoljuk a költészettel, a versekkel a mi előadásainkat. Én hiszem, hogy a művészetek egymásra hatnak. És abban a pillanatban, hogyha az ember megérti azt, hogy mit üzen a költő, akkor megjelenik az is, amit a zeneszerző üzen a hangokon keresztül. Így van ez a kicsi gyerekeknél is. Több mint 500 000 gyerek hallotta már Magyarországon a zeneképzelet programunkat, és hát az az igazság, hogy nagyon nagy ajándék nekünk is, hogy a helyekre elvihetjük ezt a műsort, ahol a gyerekeknek talán az egyetlen kulturális élménye az, hogy a mi koncertünket hallhatják. De hát emellett persze a felnőtteket sem hagyjuk. Hagyjuk versek és zene nélkül. És hát amit talán még fontos elmondani rólunk, hogy nagyon megtisztelő volt, hogy 2013-ban mi voltunk Magyarországon a házasság hete arcai, a házasság arcai. És hát ez egy nagyon-nagyon szép rendezvénysorozat, és ebből szeretnék most valamit önöknek eljátszani. Ennek az egész hétnek, amelyet a televízió, a média közvetített, és ugye az volt a lényege, hogy a mai trendekkel szemben menve kicsikét képviseljük azt az igazságot, amit Isten nekünk üzent a Biblián keresztül, és az egyetlen helyes rend az úgy, ahogy férfit és nőt teremtett az Isten, és legyenek egymásnak társai. Ez egy nagyon-nagyon szép kezdeményezés volt, és ennek a szlogenje a Szerelmi Álmok dallama lett, és hát én az az igazság, mivel mondtam, hogy a versek egy kicsikét megsejtetik, hogy mit is üzen a zeneszerző a hangokon keresztül, ezért elmondanám önöknek azt a verset, amit én ezelőtt a darab előtt szoktam mondani. Isten a szeretet, ezt mindannyian tudjuk. Azt hiszem, hogy ennél szebben és egyszerűbben, ahogy Őri István ezt megfogalmazta, ezt nem lehet szebben leírni. Hát egy vers akkor a szeretetről, és utána pedig a Szerelmi Álmok, Liszt Ferenc műve, amelyet biztos, hogy nagyon sokszor hallottak már kétkezes feldolgozásban. Mi négy kézzel tudjuk ezt önöknek eljátszani, egy kézzel írt kottából egy nagyon kedves barátunk, Horváth Barnabás írt át nekünk ezt négy kézzel, ezt egyedül mi játszunk a világon négy kézzel. Hát én remélem, hogy önöknek is egy élmény lesz, és előtte pedig az a vers, amely mindent elmond a legfontosabb érzésről. Őri István, döbbenés. Néha rádöbbenek, hogy bármikor és arra is, hogy nem elég, hogyha csak egyszer mondom azt, hogy szeretlek. Hogy bármikor történhet veled, vagy velem valami, és hogy milyen jó hangodat hallani. Arra, hogy milyen nehéz néha őszintének lenni, és milyen könnyű egy szóval megbántottá tenni. Hogy meg kell mondani, ha valami fáj, de minden tökre tehet egy összeszorító. Túl rövid az élet arra, hogy veszekedjünk, hogy mindig csak jobb és jobb sorsot reméljünk. Mindig kell, hogy legyen erőnk arra, hogy nevessünk, és mindig kell idő arra, hogy szeressünk. Thank you.
de most már biztos vagyok, mert eddig csak gondolkodtam. Ugyanis úgy láttam, hogy kedves Andrea mutatkozott be. Ez így szokott működni. Istvánnak még kell várni, mert még csak barátnője van, de úgy fog működni ott is. Amikor ugyanis magam ki kell tölteni valamit, el kell intézni, hát az asszony csinálta. Elmentünk a Majaföldbe a feleségemmel kirándulni, és szabadságra, és egy Spanyolországból származó fiatalember, és egy Mexikóvárosból származó fiatal nő házasok voltak, és direkt figyeltem, adtak valamit, hogy töltsük ki. Vetették, nagyon szépen áttolta a feleségének, mondom, működik-e, az itt is látom. Ezen kívül még, amit kihagytak, kihangsúlyoznám, Budapestről vannak, és a pasori gyülekezethez tartoznak, vagyis a református gyülekezethez élő tagjai vannak. És köszönöm a Isten tiszteletet, nem tartottunk, és annak is beillik. Köszönöm szépen!